Fél tucatnyi programmal várta az érdeklődőket a Sárospataki Művelődésháza a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos akció keretében. Pénteken már kora délután a ház szakköreinek foglalkozásával elkezdődtek a programok. A könyvtárban felolvasó este tartottak, még a pódiumteremben képes úti beszámolóra invitálták a vendégeket. A világjárók sorozatban az est házigazdája köszöntötte a megjelenteket, majd mutatta be az előadót, aki Görögországba kalauzolta a vendégeket. Földrajz szakos tanárként a sajátosságokról is beszélt, de alapvetően a személyes élményeiről, kötődéséről is, hiszen görög származású felesége révén lett az ország szerelmese. Turista látványosságok mellé nekem az igazi élményeket azt a görög rokonokon keresztül lehetett megszerezni. Lehettem görög lakodalomban, lehettem temetésen, tehát hogy milyen egy görög temetés, de még ásatáson is részt vettem a Olimposz lábánál Dion településének ásatási munkálataiban, még személyesen is dolgoztam. A sok éves tapasztalat alapján mondta a tanár úr, hogy rendkívül segítőkészek, barátságosak a görögök. Számukra a vendégszeretet már csak a turizmusiparág miatt is pontos, de természetüknél fogva készségesek. A görög utazás pedig egy másik tényező is kecsegtetővé teszi. A másik dolog az a rendkívüli olcsóság a Görögországnak. Gyakorlatilag minden olcsóbb, Magyarországhoz viszonyítva is olcsóbb. Ha az ember jól szervezi meg a dolgokat, és időbe szervezi meg a dolgokat, akkor az európai térségben a legolcsóbban Görögországban lehet az időt eltölteni. Az aktív idő eltöltésre is lehetőség van, és hát hogyha csak a tengerparton akarja magát sütetni az ember akkor is. A személyes élményekkel tarkított előadáson az is elhangzott, érdemes letérni a hagyományos turista útvonalakról és megismerni a mindennapi életet Görögországban, mert az igazi élményeket így lehet megszerezni.